Sziasztok, itt újra ez után. Most a Phoenix Wright Eastertoni 5. epizódját fogom játszani. Ez egy extra epizód lesz, és 10 videóból fog állni, mivel ez rettentően hosszú lesz. 3 nyomozás és 7 per. Most egy olyan vádlottat kell megvédenem, akit nagyon nehéz lesz megvédeni. Igazán nem véletlenül. Eredetileg megnyertem már játékot, de már csak az extra epizód maradt hátra, hogy teljesen megnyerjem. Úgyhogy lássuk hozzá az 5. epizódhoz. Rise from the Ashes. Azt látjuk, hogy egy csaj leszúr valakit. Késsel. Két hónapja elhagyta már Maja az irodát. És azóta nem foglalt még egy perc sem. Egészen addig, amíg egy csaj nem érkezett meg. Február 22, 10 óra, 2 perc, write and go, la törvényiroda. Miért jövök az irodába minden nap? Ez nem olyas, mintha akarnék itt dolgozni. Itt vagy végre. Hol voltál? Nővérem bele, holnap lesz. Ki vagy te? Hogy nem számít? Most tudni akarja, ki vagyok. Azt hiszi, hogy én vagyok Mia. Már rájött, hogy nem is vagyok Mia. De azt se tudja, hogy Mia már régen nem dolgozik itt. Egy kávé fickó! Phoenix Wright, az ügyvéd. Ő emlékszik arra az Edgeworth gyilkossági perre. De jó vagy, mint senki. Már igen, nem vállal ügyeket. Az eddigi legyőzhetetlen ügyvéd. Most kifogy az időből. A nővéréről van szó. Szóval emlékszik a Maja ügyre, és emiatt inkább végighallgatja. A neve Emma Sky. Van kutatói nyomozó. Hogy fiatal ehhez. 16 éves. Csak 16.
bármire dolgozik ennek. A jelenlegi pozíciója. Egy 11. osztályos. De készen a munkára. Az ügy. Biztos benne, hogy nem a nővére gyilkolta a késsel. Mutatói megérzés. Hogy beszéljek vele. Ígérte neki, hogy majd idehozza Mia Fate-t. Hogy nem gyerek. Kapcsolat a Miával. Tehát egy suliba jártak és a Miás nővére. Azt mondta, hogy ha bajba kerül, akkor hívja Miát. És most egy ügyvédre van szüksége. Utáni való most elszint, de ő az egyetlen családja. Autóbalesetben meghaltak a szülei. Jobb mindenki kikérdezni négy dologról. Most jött a büntetőcenter. Február 22. büntetőcenter látogatói szoba. Most megtudhatjátok, hogy miért ne lesz olyan nagyon nehéz megvédeni a vádlottat. Hallottátok ezt? Ő nem akar látogatókat. Mondja, hogy a húga itt van, de még akkor se akarja elnézni ezt. Jala, vicces. Még mondta neki, hogy ne jöjjön ide. Ő se akart ide jönni. De még nincs ügyvédje. De nem érdekli, hogy van, lesz-e ügyvédje vagy se. Honnan ismersz? Mi a beszélt róla? A neve Lana Sky. Ügyvezetőnő. Ügyészvezetőnő. A négyedből. Tehát egy ügyész. Van gond, van Pride. Most folytassuk a beszélgetésekkel. Ügy. Most tudatni akar velem valamit. Hogy a gyanúsított már bevallotta a bűnét.
Tehát... A bűneset 5 óra 15-kor délután történt, február 21-én. És ezt tanul már látta őt? Teljes mértékben. Tehát az egyik alkalmazottjának a autójában történhetett a gyilkosság. Az ügyészi irodában. És már letartóztatták. Például most kézzel kapták el. Ki az áldozat? Egy nyomozó. Vagy inkább detektív. Tehát... valaki leszólt a késsel. És az ő volt. Végzetes volt a sérülés. Tehát mit jelent az, hogyha a detektív vegyít ki az ügyészvezetőnél? A rendőrség így már hivatalosan bűnösi akarja tenni. A csajt. Minden megtesznénk ezért. Tehát ő a felelős azért, hogy mit tesznek az ügyészek a negyedben. Ezért így fel kellett volna ismerni. És most vettük észre, hogy megsérült a keze. Mit tett itt a kezébe? Elvágta magát bal esetben, amikor leszúrta. Bűnözőként nem igazán ügyes. De az hogy kéne megvédeni? Kapcsolat a Miával. Szóval Mia minden megtett azért, hogy ügyvéd legyen. Tehát ő volt a legjobb tanuló. Ahogy a húga is. Tehát beismerte a bűnét. Szóval nem akarná, hogy megvédjem. Tehát az egyik ok, hogy nagyon nehéz lesz megvédeni, az, hogy már beismerte a bűnét. Azt gondolja, hogy csak magára gondol. Pedig itt többről van szó. Biztos abban nem ő volt. És... nem akarja visszamondani ezt. Egyedül lesz, hogyha elveszti őt. És megutálja. Thank you.
hajlandó ragaszkodni ahhoz, hogy ügyvéd legyen. Hogy az ügyvédje legyek. De figyelmeztet arra, hogy nem lesz esélyem. Tehát, hogy miért lesz nagyon nehéz ez a tárgyalás? Hát ennek nem az ügyész lesz az oka. Az egyik ok, hogy Lana beismerte a bűnét. A másik egy súlyos titok, amit a vállalat nem akar velem megosztani, mert fél a legrosszabbtól. Szóval a nővére nem mindig volt ilyen. Nem számított arra, hogy még egy ügyészt meg kell védenie. Sokat változott. Kedves volt és mosolygós. Mindenki kedvelte. De hogy mi történt vele? De ő nem tudja, hogy mi történt vele. Tehát nézzük át az ügyész irodát. Február 22. Ügyész iroda. Parkolóhely. Sok mindent történhetett itt. Itt nyomoznak, éppen. Egy hangos. Ügyvédeknek nem kéne megvizsgálni a büntény helyszínét. Nem szabad túl sokáig itt maradni. De valaki most itt van. Marshall, Jake Marshall. Itt egy ilyen kisebb volt bajom magámat. Hát nem igaz. Ez az ő aranybányája, a bizonyíték. Hogyha valami beakasztik, az megbány. Tudom, hogy tudjuk milyen a kap. Ő is egy detektív. Olyan, mint egy sheriff. Kezdjük először ezt felvenni. Ezt a bukszát. Már megtalálta azt a bukszát. Minden a bűnti helyszínén bizonyítéknak számít. Szóval rejtsük el a zsebben. És most? Most egy trükköt mutat.
Szóval óvatosan nézzem át a bizonyítékot. És nézzük ki, mi van ilyen mögött. Nyom lehet ott. Tehát ez az, ami egyik, ami új lesz számotokra. Egy ID kártya. Tehát Bruce Goodman detektív. Tehát most már ez az új bizonyíték. Tehát mindent át kell nézni. Menjünk jobbra. Éppen azt át akarnák nézni. De... Nem hagyja, hogy ezt átnézzünk. De ki ez a kocsi? Szóval, hogy menjek fel az ügyészi irodába. Azt akarja, hogy tartsam találva magam a kocsitól. De meg kell győzni, hogy nézzem át. De volt még valaki. Az ebédeladó. Add valamit. Mindenkinek ebédet osztogat. Akár kérem, akár nem. Hát a Kalf Alpha az eléggé bizonytalanító, hát olyan felköhögös királynő. Szóval... Ő van az a szemtanú, aki látta a nővérét, hogy valakit leszúrt késsel. A királynő neve, itt van a szépségnek, Angel Star. Az ügy. Sejtette, hogy ez a nap eljön. Tudja, hogy ügyvéd vagyok.
ellenségnek tartja valamiért az ügyészekért. Tudod arról, hogy a ügyészek királya trófeát osztogat, és az komédián tartja. Hát nem sokan megértjük, miért hívják fel Kőgő királynőnek. Szóval... A autóban volt az a gyilkosság. Valamit így észékel. Mit láttál? Nő harapni. Hát alapból cselekedhetett, hogy Last Guy így kés fogott. Tehát tühében. Tehát ismerte Lanszkát. Ő sem tudja felfogni, hogy váltott ügyvezető nővé. Ő egy ügyvezető nővé. Angel? Tehát ebédeket ad el. Frisseket. Ezt inkább nem kommentálom. Neki van egy pasja is. Ez bizonyára a Marshall-ra gondolt. Az ügyészi iroda. Van ellenségessége, tehát az ügyészekre. Most jön az ügyészi iroda. 1202-es szoba. Talált egy trófeát. Kávó. Mr. Fingsmark. Hogy nem várnak el, hogy beállkozok mások dolgára. Miles Edgeworth. Régen nem látta.
Most szerzett tudomást az ügyészről. Ismeretet van honnan? Tehát rajongója. Csak egyszer mutatta be. Tehát vele is tudhatjuk, hogy egy vörös autóban történt a gyilkosság. És az Mars Edgeworth-nek a kocsiá. Tehát az ő kocsiában öltek meg egy detektívet. Ügy. Tehát az ő kocsiában történt a dolog. Azt gondolja Elsa, hogy ő volt? Csak hogy lánszkál, bevallta H. Mars Edgeworth nem gyanúsíthatják. Hiszen nincs rá tanú, úgy őtette. Most jött rá, hogy az ügyész vehetőnő Kuba. Örökkor találkoztunk. Már igen felnőtt. És meglepték, hogy így látja. Na, azt ő sem tudta elképzelni, hogy egy büntény helyszíne lesz az autója. Tehát a felsőbb rendőnek tehát ő lesz az ügyésze, aki majd a felsőbb rendű ellen kell, hogy valljon. Ő nem vádolhat, ő nem védheti meg magát, és ő lesz a holnap az ügyész. Csodának tartja, hogy itt van. Legykák hangzan kell róla. Tehát ami a 4 éves karrierjében történhetett. Még ott van az a, amikor vádlott volt, vádlóként. És azt gondolják, hogy a mostani incidens alapján ő a felelős. Játékszerűen gondolják. Azt gondolják, hogy az vicces. Mint az a trófea. Két évezetők együtt dolgoztak egy incidens miatt, és az nagy tárgyalás volt számára. Akkor még nem volt ügyvéd Phoenix Wright. Azon csodálkozik, hogy miért szúrta le valakit az ő kocsijában. Az ő késével szúrta le. Ez már durvább, mint hittük. A vádlott mindent meg akar tenni azért, hogy bűnösé nyilvánítsák, csak hogy eltitkolja a múltját. Egy valamilyen dobozban ott, és onnan is vette azt.
Tehát már ez is bizonyíték. Tehát itt rengeteg bizonyíték lesz. Hát ezt én inkább nem kommentálom. Mi ez? Nagy K van ottan. Ügyészek királya trófea. Ezt olyan a legjobb ügyészeknek küldik minden évben. Tehát a káosz király. Nem ők tervezte így. Nem mint egy hónap dolgozó egy trófea. What? Várjunk csak! Most! Tehát az évben ő volt a legjobb. Hát mennie kellett a rendőrségi ceremóniára, hogy megmutassa azt a törött pajzsot. Ahol gunshooterek itt dolgoznak. Miért törött az a trófea? Más dolgok miatt van, hogy amiatt aggódik. Hát a tegnapról is kéne még kérdezni. Ez egy takarítói nap volt az ügyészi irodában. Tehát itt is foglalkozok a bizonyítékok, ahogy mit jelentenek azok. Tegnap 5 óra 12 perckor. Azt kaphatta vissza. Precíz. Még egy bizonyítékot mutat, ami hasznos lesz majd később. Tehát 5 óra 12-15-kor történhetett a gyilkosság. Ez sokat uralmazik. Nem talált még egy bizonyítékot. Mi jelenteni valója vannak a vicces zsarunak?
én csak váltsuk a tűzit. Érzedek, milyen pofája van. Tehát ezt neki mutatták meg. Meekings. A zsalú neve... Meekings. Szóval el van foglalva. Szóval távozzak. Szóval menjék a rendőrségre. És ott kérdezősködjék. Február 22 rendőrség belépő. Először van a rendőrsége. És mi ez az... Ez a kék badger. Ez valamilyen rendőrségi kabala. Felismerte. Egy gyorsan ütkeze. Na itt van de gunshoe detektív. Hogy miért táncolt ott? Az ügy. Hát nem kéne beleegyezni a gyanúsított tárgyalásába. Először is már beismerte a bűnét. Szóval az ügyész irodába idézte a detektívet és megölte. Mi van, hogyha nem mond igazat? Rengeteg bizonyíték van ellene. Most tudja meg, hogy Lana húga. A hamisító, tehát nem szabadna hangosan kimondani. A nyomozás. Az irodából a krimináljai FBI-ből kirúghatták. Mit csinált? Sokan a magas rangúak léphetek be a kriminál FBI-be. Az alacsonyok... ottan a detektív vezető. Akárki nem engednek oda. Tehát oda nem tudunk beállni az első nyomozáson. Tehát
Marshall detektív. Tudjátok, hogy mi a helyzet, hogy ott nyomok. Tehát őtől kell kérni valami fontosat. Most kezdjük ezzel. Állj, én nem tarthatok meg. Rendőrségnek meg kell mutatni. Ismersd neki egy Goodman. Tehát ő az áldozat. Miért volt a földön a kártyája? Tehát a rendőrségén kellett volna lennie. Kitérzett valamiféle bizonyíték transfer volt. Nézd, mondd ezt. De még egy bizonyítékot kell mutatni, hogyha többet akarok. Vagy... nem itt. Az a táncol kék becső. Az is fontos lesz majd később. Szép munka. Addig táncol, amíg ki nem erő az ellen. Tehát ez is már a bizonyítékok között van. Majd nem elég! Hogy miért tette ezt? Láttam. Valaki rendszemves volt Edgeworth-be. Bizonyára. Többet kell tudni. Aj, de nem mi jó. Itt volt eltűnt. Volt egy okor rá. De később akar elmondani. Büszke volt egy spörfe miatt. Na, vége. Akkor kezdődött, amikor Hammond meghalt. Amikor már átadott már nyilvánították, azt után. Hm.
De még mindig beszélgetnek a bizonyíték hamisításról. És ugye egyeségek között a tanúkkal. És mindig plegykákkal suttognak. És amióta a gyilkosságot gyanúsították, senki nem suttog róla. Inkább üvöltenek. De már nincs bizonyíték ellene. Új pedig lett. Bizony az ügyészvezetői poszt miatt akarták volna, hogy vállalja. Hogy később ő legyen az ügyészvezető. Majd az is lehet, de nem most. És nem a Justice for All-ban, vagy Ace Attorney végén. Hát senki nem akar ügyészvezető lenni, hogyha meg kell vádolni az ügyészvezetőt. Egy sheriff. Nyugat Los Angelesből érkezett ide. Azt akarja, mutassam meg neki ezt a bünti hét. Ha megmutatom ezt, akkor hagyja, hogy átnézem a pontos bizonyítékokat. Akkor mondta, már csak itt kell csinálni valamit. Még mindig tart a nyomozás. De Angel Stone mindig beszél velem. És tehát ő volna a barátja. Bambin, ami mindig. És részeggel iszza magát. És ma még borvált szokál. Először meg kell mutatnom ezt. Van meghívás. Elég bizonyíti, hogy Gamsó detektív küldte. Most már beenged. Ötvözlök a tanulmányára. De már nincs is tűzség. Most már dumálni fog. Mert ha nem mutattam volna meg azt a bizonyítékot, még mindig hallgatott volna.
Tehát ő is tudja, hogy leszúgták. Ez a mozsolygos Madonna. Másik mondod neki erre. Tehát a mellkasban egy szúrás. És van rá boncolási jelentés is. Vizes, hogy említi. Tehát detektív együtt két évvel ezelőtt egy ügyben jártok el. Tehát ez az a titok, amit lány bizonyára a titkolám, és nem akarja, hogy kiderítsem, és ez itt inkább vagy nyilvánítanák bűnösnek, mint hogy a bíróságon rájöjjenek. Marshall. Ha leírják, akkor lelövik Texasban. Tehát ilyen kegyetlen Texasban. Hogy lehet a büntény helyszín vezetője? Minden bizonyítékot megfigyel. Most egy tehén kutya. Tehát a rendőrfőnök által lett kirúgva detektív. Csak még nem jött rá. Na itt van egy papír. Ez van ide írva, csak hogy itt fejjel lefelé van minden. Hogyha így nézd. Ez az SL 9, 2/12. De az nem tudják még, mit jelent. De egyből ő bizony, még nem tudhatja. Igen, ez bizonyíték is kell. Tehát egy telefon is van. Tehát ezt is rá kell nézni. Ezt is nyissuk ki ezt. Tehát van a két rekordok, hogy kiket hívtak. Hogyha meg akarnám nyomni a kék gombot. Ez de egy csükki, hogy mi ez.
Szóval az ügyvédje nem gondolkozik először, csak megnyomja a gombot. Látod. Most éppen lebukok. Kezdünk lebukni. Miatt. Tehát ez Lance Kajtelója. Amikor letartóztatták, elejtette. De már beszélt valakivel egy rövid ideig. De azt nem tudja, hogy kivel kit hívott. Hallott, hogy a Teo csörgő. Az ő telója. Remélem, hogy nem hazudik, mert Texasban bizonyára már lelőtték volna. Már csak pár beszéd. Nem tudom, mi a különbség a detektív és ügyészvezető között, hogy mi a közös. Hát ez nagyon nehéz azt megvédni, mert beismerte a bűnét. Már csak ezt kell kidejteni. Legyőzhetetlen volt, mert minden megtett a győzelemért. A Maker Phoenix Fighter nem futott össze. Nekik mindent jelent a bizonyíték. Én tettek. Hogyha van lövés, akkor megjelenik a töltény. Valahol rejtély van, megoldom. Tehát célba vették kőn, mert közel volt egy csillaghoz. Van ilyen nyomunk. Van egy boncolás jelentésünk. Egy jegyzett az áldozatról, meg egy teló. Ami zavarja, hogy lána beismerte a bűnét. Beismerte, hogy ő tette? Ez nem az könnyű gondolni, hogy bűnöző vagy se. Ez az egy szamuráj dala. Szóval te az övé volt. Szóval te én már ez a teló. És 5-18-kor történt valami.
miután a gyilkosság történt. Tehát nővére bizonyára hívhatta. Tehát felhívta. Tehát egy többről lehet szó, mint egy gyilkosságról. Hívta, de még nem derült ki a miért. Úgyhogy ennyi volt mára. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren, és figyeljétek a weboldalom. Tehát az első perrel fogom folytatni, de ez két részből fog állni. Úgyhogy már a búcsúzom. Sziasztok legközelebb is.